Szeretettel köszöntöm a Kékkereszt átvételre elő személyeket. Név szerint nem ismerek mindenkit, küldtek egy névsort, de nem jegyeztem meg mindenkit. Tulajdonképpen a Kékkereszt átadás abból is áll, hogy vállalunk tulajdonképpen nem az emberek előtt vállalunk felelősséget, hanem Jézus számára. A kék kereszt jelvény tulajdonképpen azt jelenti, van nekünk egy jelvényünk, ami tulajdonképpen a kereszt, a tisztaság jelét jelzi, és van a pajzs tulajdonképpen, ami összefog bennünket. Én ezelőtt 16 évvel vettem át a kék keresztet, és nagyon örültem, azt is egy Balogh Zoltán nevezetű lelkész adta át, egy országos találkozón, és én örülök annak, hogy én adhatok át most olyan embereknek kék keresztet, akik vállalják a tisztaságot, a józanságot, és az egyesületben való részvételt. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 János 1.9.14. És szeretettel átadom neked ezt a jelképes jelvényt, viselhető szeretettel, és ennek jegyében látom. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8.14. Az ember, akinek sok barátja van, szép töredik, de vannak barát, akik ragaszkodóbbak a testvérnél. Példabeszédek 18.24. Imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Lukács 22.40. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Zsoltárok 118. Megszárad a bűn, és világa elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. 1 Péter 1.24. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Jakab 4.8. És végül egy tiszteletbeli jelvényt szeretnék átadni miniszter úrnak, vagyis Balogh Zoltánnak, én úgy mondom, én úgy ismertem meg először, Balogh Zoli bácsi fia. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. Jakab 1.14.